Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit. Kutyavetye megmondja a tutit. Itt a jó idő, ideje kimenni a szabadba és sétálni egy jót. Csak az a baj, hogy unom a sétálást. Akár fára is mászhatnék helyette. Felkapaszkodnék az ágakra, és csüngenék, mint a jó barátom, Lajhár Lali. Na ő aztán nem stresszel sokat. Fel is hívom, hogy lenne kedve együtt lógni valamikor. Vagy ugrálhatnék, mint Kenguru Lulu. Ő például így sokkal gyorsabb, mint Usain Bolt, jamaikai atléta, a 100 méteres síkfutás bajnoka. Mondjuk, ha nekem is olyan izmos lábaim lennének, mint Kenguru Lulujé, tuti nem ugrálnék, hanem elmennék lábmodellnek. De sajnos nincsen ilyen lábam, úgyhogy marad a futás. Tudjátok, van az a mondás, hogy szégyen a futás, de menő, ha olyan gyors vagy, mint egy gepárd. Ha, lehet, hogy nem pont így van. Na igen, Gepárd Gizi a leggyorsabb szárazföldi állat. Az elég király. A repülést ugyebár már kipróbálhatom, hiszen javasoltatok nekem szárnyakat. Remélem, nem repülök neki egyetlen ablaküvegnek sem, mint néha szegény galambok. Vagy akár utánozhatnám Pingvin Vincét. Szép lassan totyognék, mintha csak fagyért állnék sorba. Vagy épp csúsznék a jégen hason. Csak nehogy felfázzon a patkány pocim. Na, mit évő legyek? Melyik állatot utánozzam? Rajzoljátok le, és küldjétek el nekem!